Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Szerda van, és ugye, mint láthatjátok az indexképnek a címében, meg a videó címében is, ismét egy csomagbontással fogok jönni hozzátok. Annak a apropójából, amelyet János küldött egy csomagot nekem, hozzájárult természetes keresztnevét megemlíthetem, más nem. Úgyhogy amely csomagban, ugye ezt vártam már, nem is tudom mióta ezt a csomagot, csak hát ugye Jánosnak elég sok elfoglaltsága volt, úgy mondtam, fát vágott, meg ezt, meg azt, meg azt, ami nyárfás részt döntöttek ki, vagy vágták. Küldött róla videókat is, persze privát majd beszélgetünk róla. Aztán mondta, hogy és jött az üzenet hétfőn, hogy föl lett adva a csomag, és ma, az a szerdán meg is érkezett. És ebben a csomagban van az a bizonyos henger, amit én nagyon vártam. Dugattyút elvileg nem küldte el, azt írta is, mert elvileg az csikos. Hát reméljük a henger az jó lesz, tehát a jonszerednek a hengere, amelyet ugye nemrég bontottam szét. Ugye annak sajnos a dugattyúja és a hengere csikos, látható vonalkóros volt. És ugye rögvest, miért meg volt az a kis videó, rögvest János jelezte is, hogy ő neki van otthon egy ilyen hengere, dugóval, és azt mondta, hogy szívesen elküldje nekem, ugye én éltem az alkalommal, és megköszöntem szépen. És mellette még írta, hogy egy-két dolog van még, ami esetleg ott takarékban van a garázsban neki, és azt még beletette a csomagba. Természetesen azt hiszem egy huszkvárna vagy husi gépe, nem tudom konkrétan típusát, de azt hiszem az is van, mert nem tudom, darabokban van, egyben van, fogalmam sincs. Azt mondta, az még útban van neki, aztán azt még beletette akkor a csomagba. Úgyhogy ez megérkezett, hál' Istennek, úgyhogy János, nagyon szépen köszönöm, és nézzük akkor meg, mi lapul a csomagban. Amely csomag itt lapul, és látjátok, ilyen hosszúkás kis csomagocska. Jaj, itt van a hosszúkás kis csomagocska. Ja, mi a fenét, még nem vettem le róla, bocsássatok meg. A papírt, hát azt gyorsra leveszem, vagy kiveszem, akarom mondani. El is felejtettem, ide félretesszik, így, né. Oké, na, tehát. Egy ilyen kis látható, hogy ekkora kis csomagocska súlya van neki. Hát figyeljetek, én megbontom ezt a felét, hát nem tudom, hogy hogyan vannak benne elrendezve a gépek, fogalmam nincs. Minden, vagy gép, akarom mondani, meg a henger. Úgyhogy ezt a részt én fölbontom. Hát szerintem így kell, gondolom, felbontani. Úgy. Oké. Jó kis súlyos csomag amúgy. Oda nézzetek, ahó, ki van ám ez hézagolva rendesen. Nem tudom, mennyire láttok, mert pont onnét süt a napocska, hogy most már lefele délután van, ugye meló után vagyok, úgyhogy sokat nem látok a kijelzőben. Ből akarom mondani. Na, azt mondja, van itt nekem ilyen tömítésem, és ugye itt van a... Vajátok, akkor inkább így szedem ki, jó? Hát ez a Johnny-nak szerintem a... Igen, ez a Johnson-nek a teteje. Látható. Most nem tudom, hogy konkrétan, mert én húsira emlékeztem, de akkor lehet, hogy Johnny, bocsássatok meg, akkor lehet, hogy Johnny a másik gépedet is, ami így van darabokban. Akkor nem huszkvárna. De viszont így, ja, 350-es huszkvárna, itt van egy berántó. Akkor most nem értem, na mindegy, figyeljetek, az a lényeg, hogy kaptam egy elégterelőt is, nem tudom melyik gép való, melyikbe se, fogalmam sincs. Akkor kérem szépen egy fogantyú, ez nem tudom melyik géphez való, így mutatom, lehet látni, ugye? Oké, írta ugye, hogy sajnos darabokban van itt egy másik fogantyú, ezen van valami írás, valahol itt látom a belül egy írás, de ki a franc tudja olvasni azt, meg tele olajos egy kicsit, lehet, hogy csak cikkszámos emberek, vagyis csak Sweden, Made in Sweden, úgyhogy akkor valószínűleg, hát szerintem ez a húsié lesz akkor, gondolom. Sasper kábéra, oké. Na, mondjuk a John Sered, az nem tudom, hogy hol valósi. Úgy érte, hogy milyen gyártmány. Ez szerintem a Johnny, ez tutkerály, ezt megismerné erről a kis piros színéről, meg a kis érdekes kis vékonyka fékkarjáról, látjátok. Oké, benne a fék, minden oksé. Na, azt mondja, hogy ezekben a
mi a fenékben, nincs semmi szerintem. Papírfeszlikben. Ja, itt a Johnny-nak a berántója. Hát sajnos üres. De hát nem probléma. Van aztán kész. Még az is egy svéd, látjátok? Ez is svéd. Akkor hülyeséget mondtam az előbb. Lehet, hogy ez a Johnny-nak a berántója, mert ez is svéd. Azért most utána gondolkodtam, amikor kimondtam, hogy nem biztos, hogy csak a husi svéd. Lehet, hogy a Johnny is. Már ugye valamennyire hajaznak egymásra a gép típus meg az alkatrészek. Egy-kettő. Nem mondom, hogy mindegyik, de egy hóra nézzetek. Kis papír galacsinok, papír gombócák. Ilyen galacsinokban van berakva minden. Úgyhogy most szépen akkor kibontogatom őket. Szép óvatosan, hogy elpotyogjon itt van. Ezt szerintem a kukunk lesz, hogy kikandikál a vége. Hogyné? Aha, valaminek a kuplungja. Ajaj, halljátok, nem szeretném, hogy elpottyja. Látom, össze is van szépen, franko, össze is van drótozva minden. Úgyhogy itt egy kuplung. Az a nézetek. Betétkerék. De elég tök érdekes, ilyet még nem is láttam, ilyen betétkereket. Hát ez nem tudom, gondolom, hogy ez lehet a Johnny, vagy a régi husi. Nem tudom, hogy ez minek a kuplungja, de majd kiderítjük, jó? Majd kiderítjük esetleg, hogyha... Ennél jól mondtam, hogy János, ugye? Nehogy hülyeséget mondjak, majd én megnézem azért. Igen, János, jól emlékeztem, nem? János, hogyha esetleg úgy van, akkor majd meg tudja írni, hogy miket tartok a kezemben különböző perceknél. De szerintem le lenne itt pucolva egy kicsit ez a... Mi a fenét is van, és van ami írás. Nem, ez egy cikkszám, bocs. Egy cikkszámot látok csak rajt, itt nem tudom mennyi látszik, vagy mennyire sem. De így megvan ugye a betét, ez a kis alátét, kuplungunk, meg a csillag, a betétkerék, minden. Oké, na figyeljetek, én ezt itt az asztalra leteszem, így. Na ebben már úgy. Akkor jön a következő kis gombóca. Úgy nézem, ez egy főtengely, így kitapintásra, emberek. Zsákba macska, értitek? Így szépen bontogatjuk ki a dolgokat, aztán jó van, papír van, legalább lesz tűzre való, vagy gyújtós. Ó, de szép kis főtengely van, érdetek. Ugye egyik csapágy hiányzik. Opa. Ja, meg a mi a fene nincs bent. Látom, az ég, a lentkerék ég, az hiányzik, de nem probléma. Na várjátok, nincs bent valami jelölés. Nincs, sajnos, nincs rajt. De lehet, hogy ez a husinak a cuccai. Ugye ez a kis főtengely, nem tudom, mennyire látszik, vagy mennyire sem. Ja, a csapágy az, hát igen, az meg van állva, be van állva, de hát ugye ez egyértelmű, hogy csere áll. De annyiból tudom, hogy hát ha egyforma két oldali csapágy, akkor legalább tudom, hogy milyen csapágy kell rá. Itt meg tudom mérni. Oké, tehát egy főtengely. Na, lehet, hogy külön szelektálva vannak, most gondolkodok itt az alkatrészek, hogy egyik szatyorba, mert van itt egy másik szatyor, egy lila. Lehet, hogy abban a másik gépnek az alkatrészei vannak. Na, az lehetséges, hogy akkor így oldotta meg János, hogy így lesz a legegyszerűbb. Így akkor nem tudom összekeverni, majd visszafelé és ugyanígy visszarakom, és akkor nem lesz összekeverve a két gépnek a cucca. Na, egy közdarab, hogy ugye a... ez jó be van állva, emberek. Ajaj! Hát egy jó kis alapos benzines áztatás ennek kell. Ippek tudom forgatni, ippek egy kicsit átfordul, így az olajzás. Hát ez olyan John is, de akár huszkvárna is lehet. Na mindegy. Szép kis. Nem tudom, hogy mennyire, milyen alkatrészek vannak meg, vagy milyenek nincsenek. Na itt van azt hiszem a fenénk. Szerintem ő lesz a Johnny-nek a hengere, amire vártam. Oda nézzetek, szépen be is van dugiszálva. Dugiszálva. Ó, az gyönyörű. Aha, a szép állapotban megmaradt. Nem tudom, mennyire látszik. Várjátok, az a baj, hogy a nap olyan hűn. De így legalább bevilágít a napocska. Látjátok, ez elég szép állapotban van. Ez a henger. Hát szebb, mint ami az enyém. Ez kicsit vonalkódos. Ez meg lesz pucolva egy kicsit, ez frankó lesz, emberek. Hát egy kis halovány csikok vannak benne, de a körmöm abszolút nem akad el benne, úgyhogy ez nem veszélyes, de szerintem ez a Johnny-nak a hengere lesz, én úgy nézem. Bízok benne, hogy az. Oké, akkor szerintem a Johnny-nak a cuccai vannak ebben a
Lidl-ös tatyóban. Na, nézzük meg ezt. Itt is egy főtengely, emberek. Ez már a második főtengely. No problem. Főtengelyből nem lesz hiányom. Hol van a másik főtengely? Várj, itt van. Szerintem, hogy elnézem, emberek, hát majdnem ugyanaz. Szerintem ez lehet, hogy dettó, és ugyanaz az a két főtengely, így nézzetek rá, így ránézésre, én szerintem ugyanaz a két főtengelyünk. Úgyhogy ez frankó. Ó, nem is kottyanik. És így se, hát oldalirányban van kottyanás, az nem probléma, a csúszkálás, valamint a csúszkálás, az nem probléma. Hát ez alig kottyanik. Szinte semmi. Így se érezni. Jók ezek a főtengelyek. Jónak tűnnek legalábbis. Na, még nincs végám. Szerintem itt van a lentkerék. Oké. Ígyni. És ugye ez is egy svéd. Made in Sweden. Ott van látható. Hoppa! És a szokásos ég, nézzetek. Ott az ég. Hoppá, hát én is így szoktam tárolni, ugyebár. Úgyhogy ez a legegyszerűbb égtároló megoldás, látjátok, itt nem veszik el, pedig most már utazott bele, csomagolva meg minden, de elég szépen megtartotta magát itt az ég. Úgyhogy marad is ott a francba, tökéletes. Jó, megvan ez is. Csak most elnevesszem, ez is egy lentkerék. És úgy érzem, hogy egy lentkerék ez is. Oké, akkor nem tudom, majd kiderül, hogy melyik lentkerék hovalósi, melyik gépre valósi, akarom mondani. És ime, mutatom, ott is ott az ég. Hát ez egy egész más típus, látjátok, ez sokat elítettem. Ez egész más. Ezen beütés, itt van valami kis szám, vagy Isten tudja mi a franc, az látjátok. Ott van valami, de más nincs semmi. Abszolút-e. Na mindegy, átmérőre ugyanazok, mindegy, figyeljetek, van két lentkerék, majd valahova jó lesz a lapom. Itt van egy valami, ismételtem valami, mindjárt megnézzük, hogy mi, aha, itt van egy csődarab kiugrott belőle, ismételten egy közdarab, és szerintem ugyanaz a típus, majdnem, sőt, szerintem dettó ugyan, és ebbe pörög szépen az olajzó rész, dettó ugyanaz, látjátok, hogyha megnézitek, szinte ugyanazok, oké. Ja, és a másikba is, ja nem, ebbe van csak ott ez a kis gumi. Na, majd rá kell jönni, gondolom ez az impulzus csője, vagy elnézem, nem biztos, ez meg gondolom az olajzó csője. Az olajot átnyomja. De valószínűleg John szereti. Vagy Johnny. Na és még egy valami van itt, aztán akkor ebből a társ tatyóból már kifogyott mindenem. Méghozzá ez a... Aha! Ez gondolom a karburátorhoz való közdarab lehet, nem? Ez is egy bakelit, vagy Isten tudja mi ez. Fogalmam sincs, ez meg gondolom szerintem még a kuplunkhoz való kis alátét. Aha, ez gondolom a karburátorhoz kell majd valóva. Csak karburátor az nincs, ugyebár. Na, ennyi lett volna akkor ennek a táskának a tartalma. Mást itt nem találtam. Gyors, figyeljetek, ha nem haragszotok, én ezeket gyors vissza belecsomagolom. Azért ne legyenek itt szanaszéje. Meg hát az ég is, ha már rajt maradt eddig, akkor maradjon is rajt. És akkor szépen visszarakosgatom ide a szatyorba. Úgy néz, frankó. Hát ugye, hogy ennek a fűrésznek minden alkatrésze megvan, azt két nem hiszem, hogy... Nem, ugye ezeket már csak így belerakom, jó? De nem lesz nekik semmi bajuk szerintem. Most már itt nálam vannak. Nem akarom az időt húzni ezzel a dologgal, hogy így csomagolhatok. Egyébként a hengert azt azért... megkíméljük, hogy belerakok egy, ugyanis visszabeletömködöm a papírt, meg szépen becsomagoljuk, ígyni. Oké, tehát akkor ez a tatyó megürült. Ígyni. Na kérem szépen, akkor itt ezekben a papír tesznikben már szerintem semmi nincs.
Ja, itt van még egy fékkarunk. Látható. Egy ilyen fékkar, lehet, hogy ez a húsé lesz. Azt mondja, hogy ez is egy Made in Sweden. Tudom, mennyi látszik a felirat vagy sem, de ott van, higgyétek el. Made in Sweden. Oké. Okay. És akkor vegy. Jó, ez egybe is van. Itt a... Az egybe van az a gép, emberek. Most nézem. Hát úgy, hogy egybe. Mindjárt megnézzük, hogy mennyire egybe, jó? Itt leteszem az asztalra. Úgy. Kicsit hajtok a kamerán, jó? És akkor kivesszük. Na, ebben van a husi. Akkor ezek szerint az a Johnny-nek az alkatrészei voltak. Ó, oda nézzetek. Hát egy kicsit az olaj. Az, igen, folyik. Vegyetek, mint az zörrend volna. Nem, csak nem esett le olajcsavar. De, hoppá. Azért mondom, zörgött a szatyor. És hozzáér, ott egy csavarocska, azért erre figyelni kell. Talán más alkatrész nincs van. Honnét esett ki, azt nem tudom. Talán burkolatból nem. Akkor nem tudom, honnét esett ki. Minden esetre egy csavarka, az itt van pluszba. Félre tesszük. És akkor... Hát ez... Na várjátok, most akkor ezt nem értem. Ez John szered. Az hogyan van? Viszont erre... Ezt nem értem. Na mindegy, figyeljetek, erre rá van írva minden, erre a táblára. Vagy elolvassátok aztán, vagy hozzászóltok ott a tábla. Na, leveszem a kamerát, könnyebb lesz szerintem úgy mutogatni, jó? Le is kaptam a kamerát. Nem tudom nektek közelről ezt a táblácskát, jó? Ott a tábla, nézzetek oda. Tehát odon felül van írva a Jones-szeret, még egyszer Jones-szeret, utána meg Husqvarna, Sweden. Érdekes. Tehát épp ezért szerintem egyezik, vagy sok mindenben egyezik ugye a Husqvarnával, a Johnny-ka. Hát ez nem tudom, hogyan van itt rajt. Ezt gondolom, aha, oda lehetett be akasztva, így. Oké. Van itt egy jó kis karbura. Ja, csak össze van nagyjából rakva. Ha, tehát nincsen összeépítve a gép, csak össze van rakva. Oda nézzetek, van egy rész kis kütyűben, nem tudom, a szívótorokba, hogy az mit célszolgál, nem tudom. Hát ez nem egyszerű gépezet, emberek. Ja, lehet, hogy micsoda folyt ki. Aha, láncolaj. Ott lehet látni, hogy olvas az alja. Folyik ki szerintem a láncolaj. Hát szegényem, szebb napokat is látott ez a gépezet. Hú, emberek. Sokkal szebb napokat. Na várjátok, nézzük meg a kuplunk. Ja, le tudom ezt venni róla. Tehát le tudom venni a láncdeknit. Mindjárt megnézzük. Most nem tudom, hogy akkor valószínű, hogy az első vagy körfogantyú, vagy Isten tudja, minek nevezzem. Hoppá, bálj meg. Oda nézzetek, ott a nagy kuplunk. Rajt figyel. És ez is betétkerekes. Ott van bent a betétkerék. Oké, ez frankó. Szépen pörög is, nem kotyog. Halljátok? Halljátok? Hát fura hangokat, fura, ilyen fémes. Halljátok? Mondjuk, hogy... Halljátok? Ja nem, bocsa, micsoda ér ilyen. Onnét jön a fémes hang, látjátok, nincs rárakva, ez csak szerintem addig lehet összerakva, hogy egybe lehessen küldeni. Hogy ennek a mi a fenéje, milyen belső henger, azt nem tudom, de egy dugattyú tetejét elnézem, elég szép fényes, úgyhogy nem tudom. De elvileg szegényem ez a... Na, dekószelepes, látjátok. Úgy. Igen. Na, ebből valamit kihozni. Látjátok, ezek a roncsgépek, emberek. Az ilyeneket szeretem. Ezek roncsgépek. Ezekre nyugodtan rá lehet fogni, hogy roncs. Na várjatok. Ez a... Opa. Azt nézem, hogy ez a tető. Ez nem erre való. Nem. Ez nem megy rá. Tehát akkor... Akkor nem. Akkor mi... Husi. Így a husi tető megy rá. Az viszont passzol rá, látjátok? Az frankon passzol rá. Várjátok, láncdekni, a berántója, na várjátok, a láncdeknit visszatesszük, jó? Legyen meg rajt.
hogy legyen meg a... Mi a fene, várjatok! Oké. Okay. És akkor mindjárt megpróbáljuk a berántót valahogyan. Várjatok így. Van itt nekem ez a husi berántó. Na, közben itt a kutyust kellett egy kicsit reckírozni, rendbe szedni. Na, figyeljetek, nézd, passzol ez rá. Csak a színe érdekes, látjátok? Tök érdekes a színe, úgymond. Mi a fenék passzolnak rá, csavarok, minden passzol rá. A berántó szerintem még meg is kapaszkodik a lentkerékbe. Hát ezt nem tudom, érdekes, ugye? Hogy egyik ilyen, a másik olyan. Vagy a két gép ennyire egyezik, és akkor egy husi, ugye egy Husqvarna alap, a Jones-szered alapja, mennek rá a Husqvarnának az alkatrészei szerintem. Ez lehet, hogy hoppá, ez lehet, hogy így lesz a legegyszerűbb összehozni valamilyen szinten ezt a kis gépet. Nem tudom. Aki esetleg ön majd vágja ezt a témát, az elmondhatja. De én nagyon úgy tűnik, hogy ez egy Jones-szered. Szerintem, legalábbis itt a bilétája alapján. Szerintem az. Na, hol van? Ott van. Nem láttok semmit, ugye? Na, így jó. Szerintem. Na, mindegy. Az a lényeg, hogy itt van. Ugye, ami a fenét már kipakoltunk belőle mindent, nincs benne már semmi. Az egyéb alkatrészeket oda fölraktam. A többi alkatrész ugye itt van bent a szatyorban. A főtengelyek, ezek azok amazok. Hát, ja, hogy ebből valamit, ez egy Valbró, most nézem, Valbró karburátor, elég szép kis testes darab. Úgyhogy ebből valamit össze lehet hozni, az még jövő kérdése lesz. Na, az érdekes lesz. Ez érdekes lesz, emberek. Esetleg majd valaki, aki... Vagy még persze János is biztos fog segíteni ebben, hogy mi, hogyan, s miké volt. Meg összetudok-e hangolni ebből egy gépet. De jó, nem kis darab ez a... Elég jó kis... Igaz, hogy műanyag házas. Ja, Michelin is meglátom. Hát hiányos egy kicsikét a gépezet. De hát ez van. Ezt kell szeretni, emberek. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Valamire akarom mondani. Azt mondja, hogy az olaj folyik belőle rendesen, de hát az nem probléma, az a legkisebb gondja. Azt nem tudom, hogy a gázkar az hogy lehetett? Rudazat lehetett-e itt, vagy a... Ma Jánosról meg fogom kérdezni konkrétan ezt, hogy ez minek a... vagy melyik ez, mert ugye írt, csak ugye az ember elfelejti a dolgokat, és... Maximum egy robbantott rajzot nézek hozzá, ha találok. Ha már tudom, hogy milyen gépezet ez konkrétan, akkor egy robbantott rajzot nézek hozzá, aztán onnét már lehet építkezni fölfele, hogy esetleg, na, ha ebből összehozni valamit. ez a kihívás, emberek. Ígyni, kész a gép, már csak egy lap meg egy lánc kell, aztán hagyd szóljon. Jó, azért már nagyon messze van tőle. Na, az a lényeg, hogy itt van egy-két alkatrész még hozzá, ugye Johnnyhoz is, meg főleg az, hogy megjött a henger, amire nagyon vártam, és ez még mellékes, mellékvágány lesz, úgymond, viszont a henger az jó lesz, a dugattyút azt meg, nem tudom milyen, valamit, olyan dugattyút kell bele néznem, mert sajnos ugye az én dugattyúm is, ami van, volt a gépben, meg amit ugye János küldött volna hozzá, az sajnos csíkos, úgyhogy dugattyút kell hozzá szereznem. Más nem tudok csinálni, sajnos ez van. No kérem, ennyi lett volna egy kis rövid csomagbontás. Jánosnak nagyon szépen köszönöm ezeket a dolgokat, főleg a henger, az remélem, hogy ki tudom használni. Hát, hogy ebből a másik gépből összetudok-e hozni valamit, ez még egy kérdése, természetesen biztos, hogy kell hozzá még egy-két kiegészítő, mert ahogy elnézem, nem sok minden szerintem, mert a gáz rudazat ott, amit hiányolok. A többi dolog szerintem, hogy még mi kell hozzá, mi sem, majd meg kell nézni, hogy konkrétan milyen típus ez, akkor nézek róla egy-két képet, videót, és akkor már tudom, hogy kikivel, hogyan, s mikével van, mert így most sajnos nem tudom elképzelni. János megírtam ezt nekem, de jába 50 felett már nem fog úgy az ész meg, és elröpülnek a dolgok az ember fejéből. Jó, nem is tudom sokáig ezt az egészet, mert
elbújt a nap, aztán kell tűzösödni az idő. Végülis ezért jöttem csak szerdán, szerdai videóval, hogy mondom, megjött végre, megígért a henger, a megígért henger, és remélhető, hogy a másik Johnny, aminek az alkatrészei megvannak mind, ugye, már csak a henger kellett hozzá, meg egy dugót valamilyen kell hozzá szereznem majd, az se lesz egyszerű, az tény is való, mindesetre majd valahonnét kell hozzá hát rendelnem, mert de hát először meg kell néznem, hogy hogyan, smiképp, magasságot, minden hülyeséget, aztán onnétől kezdve talán össze tudom hozni ezt a gépezetet. Jó, ennyi lett volna a közös rövid csomagbontás, Jánosnak még egyszer nagyon szépen köszönöm, mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok!